adventi mise, tepertő és pörc fesztivál, napokig feküdt a szekrény alatt, tudománynapi konferencia. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. december 6-án 18 óra 5 perckor. Misére várták a híveket a katolikus templomba. Adventi hírő friss fenyő ág, lobog már két kis gyertya láng, az örget Jézus jól figyelj ám, betér a szívünk ajtaján, újjunk a szívünk dal. Az adventi koszorú itt van mellettem, és már látjuk, hogy két gyertya ég, és mi kettő várakozik arra, hogy majd meggyújtsuk. Ugye még két vasárnap van karácsonyig, és most ebben az évben az az érdekes, hogy éppen a harmadik vasárnap lesz, tehát december 25-e karácsonynak az ünnepe, amikor azt ünnepeljük, hogy a kis Jézus megszületett Betlehemben. És hát emlékeztek rá, itt tanulán biztosan tanultátok, vagy az elsősök majd fogják tanulni, hogy nagyon egyszerű körülmények közé született, Betlehemben, egy barlangistálóban, és az állatokon túl egyszerű emberek mentek köszönteni, mentek a pásztorok, aztán megjelentek később a királyok is. Na de most még az advent időszakban vagyunk, az én miseruhám is ilyen hamus színű lila, ami a várakozásnak és a bűnbánatnak a jele. És most azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon pedig tele vagyunk izgalommal és várakozással, mert várjuk a Mikulást. Reméljük, hogy megérkezik hozzánk. Úgy gondolom, hogy szeretnénk őt látni, hogy milyen is lehet majd a Mikulás. Persze, hogyha még beszélgetni is tudunk vele, vagy ajándékot is kapunk tőle, annak pedig még jobban örülünk. Hasonló módon nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is, hát nem csak a Mikulást várjuk, persze az is érdekes, még a felnőtteknek is, hanem így vagyunk a Jóistennel is. Nem látjuk az Istent azért, mert az Isten lélek láthatatlan, ő túl van az anyagvilágon, mégis ott van bennünk egyfajta vágyakozás, hogy olyan jó lenne meglátni a Jóistent. Olyan könnyű lenne hinni, olyan könnyű lenne szeretni a Jóistent, hogyha találkozhatnánk vele, hogyha látnánk őt szemtől szembe. És akkor, amikor a másik isteni személy, a fiú, fölvette a mi emberi természetünket, és kis csecsemőként jött először közénk, akkor az Isten ilyen nagyon gyengéden akar hozzánk közelíteni. Tehát Jézus azért jött el, hogy megmutassa nekünk, hogy ki is az Isten. Mert hogy őt, mi hisszük, hogy ő az élő Istennek a fia. És a karácsonynak az a legnagyobb titka, hogy az Isten fia, a kis Jézus olyan nagyon egyszerű körülmények között, mondhatjuk, hogy nagyon szegényen, egy szegény istálóba született, nem palotába, pedig megtehette volna a Jóisten, de mégis ilyen egyszerűen és szegényen jött el hozzánk. Ugye ezen elgondolkodunk, hogy ugyanaz Istennek nincsen szüksége semmire sem, de mégis akkor, amikor belép a mi emberi világunkba, akkor ilyen egyszerűen jön, és egyszerűen közelít. A Berekfürdői Bod László Művelődési Ház szervezésében a 10. Tepertő és Pörc Fesztiválra válták a Berek térre az érdeklődőket.
Molnár János polgármester, Huba Imre megyei közgyűlési elnök és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő megnyitó gondolatai után a színpadon kulturális programok kezdődtek helyi tánccsoportokkal és vendégművészekkel. A Teperti és Pörcs Fesztivál olyan, mint a jó vadászat. Kétféle idő van. Van alkalmas és kifejezetten alkalmas erre a rendezvényre. És én azt látom, hogy ez a kifejezetten alkalmas időpont, és minden adott ahhoz, hogy nagyon jól érezzük magunkat. Ezen a Berekfürdői Teperti és Pörcs Fesztiválon két hatalmas hibát lehet elkövetni. Az egyik hibát én sose követtem el. Az egyik nagy hiba az, hogyha valaki nem jön el. És bánkódhat, hogy várni kell megint egy évet, hogy el tudjon jönni jó társaságba, jó hangulatba, kitűnő és finom ételek fogyasztására. Ez az egyik hiba, én ezt nem szoktam elkövetni. A másik hiba, amit el lehet követni itt a Teperti és a Pörcs Fesztiválon, hogyha az ember sofőr, és nem tud forralt bort inni. Én sokszor elkövettem ezt a hibát, és polgármester úr mindig felhívta rá a figyelmemet, hogy amikor az ő kezükben forralt bor volt, az én kezemben mindig tea. Tehát ezt a hibát idén nem követtem el, úgyhogy áthozott az egyik kollégám, és forralt borral tudok mindenkinek jó egészséget, jó étvágyat és jó szórakozást kívánni. Kívánom, hogy Berekfürdő ezt a hagyományt minél tovább, minél nagyobb körben tudja folytatni. Mindenkinek jó egészséget, jó étvágyat kívánok! Eközben a sátraknál a gasztronómia jegyében sült a tepertő, a hagymás vér, a hurka és kolbász, főtt az orjaleves, a karcagi hungarikum birkapörkölt és a káposztás hús. Volt tepertő krémes kenyér lila hagymával, a bált szalonna, lángos, kürtős kalács és kacsa húsos tépet burger is. Mellé meleg teát, forralt bort, sört és pálinkát ihattak a fesztiválra látogatók. A karácsonyra gondolva kézműves vásár is volt. Szekrény dőlt egy idős férfira a Tisza kicskén, napokig feküdt alatt, amire megtalálták. Egy helybéli férfi kért segítséget a rendőröktől Tisza kicskén, miután két napja nem látta idős, nehezen mozgó ismerősét. Telefonon sem ért el, és hiába csengetett be hozzá, nem érkezett válasz. Egy idősebb személy kerékpárral érkezett a rendőrhöz segítséget kérni hatóságunkhoz. Ekkor elmondta a problémáját, hogy napok óta nem látta barátját, körülbelül egy két napja nem jelez feléje, nem nyit ajtót, illetve nem ad magáról életjelet. Ezután vele együtt a címre vonultunk, az ingatlannál csengettünk, kopogtattunk, viszont senki nem nyitott ajtót, ezt követően láttuk a kerítésen keresztül, hogy ég bent a lámpa. Az idős személynek a barátja elmondta, hogy pár nappal ezelőtt a kerítést ő javította meg, azonban azt kis károkozással ki tudja nyitni. Kinyitotta, ezt követően bementünk Szia Tilla rendőr főtőzsömester kollégával, illetve Szabó Csilla őrmester kolléganővel. Kinyitottuk az ajtót, amely nyitott állapotban volt, ekkor az ingatlanba lépve észleltük a szemét, hogy a földön fekszik, rá van borulva a szekrény, ekkor Szia Tilla kollega a szekrényt leemelte, ezt követően segítségével kihúztuk a szemét a szekrény alól. Ez idő alatt Szabó Csilla pedig mentőt kért a helyszínre a személy orvosi ellátása céljából. A hatóság szerint az idős férfi már 2-3 napja feküdhetett így, mire megérkezett a segítség. A rendőrök kiszabadították, majd biztonságos helyre vitték, és hívták a mentőket, akik kórházba szállították. A helyismeret, helytörténet, néprajz beépítése az oktatási tananyagba címmel rendeztek Karcagon tudománynapi konferenciát. A Városházán megjelent kutatókat, helytörténészeket, pedagógusokat a szervezők nevében dr. Habil Őrsi Julianna egyesületi elnök köszöntötte. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tudományos Egyesület minden évben más településen és más témából tart konferenciát. Az idén Karcagra került a sor. 2012-ben volt utoljára itt ilyen rendezvény, és most egy olyan aktuális témát választottunk, ami szerintem fontos. Az oktatást hogyan segíthetjük, a helytörténet, néprajz, honismeret és a hagyományőrzés, hagyományápolás területéről. A tudomány területén is változás állt be,
mert egyre többen foglalkoznak a jelenkor kutatásával, a rendszerváltás utáni időkkel, és ebből is születnek olyan tanulmányok, olyan kiállítások, amelyet fontos, hogy megismertessenek, megismerjenek a felnőttek is és a diákok is. Majd a megyei önkormányzat nevében Borbász Zoltán alelnök szólt. Egy nagyon különleges történelmi hagyományú megyében élünk, ahol nem csak ez a háromosztatúság nyilvánult meg sok esetben, hanem azok a régről hozott gyökereink is, amelyek úgy hiszem, hogy a mai világban is olyan támpontokat, kapaszkodókat adnak a társadalmunknak, amelyek mindenképpen méltóak arra, hogy akár ilyen konferencia keretében is bővebben kibontsuk. Akár azok a kihívások, amelyek az energetika terén, a közösségépítés, a hagyományaink megőrzése terén ma a mai társadalom felé kihívásként megjelennek, én úgy hiszem, hogy erre nagyon adekvált válaszok vannak a történelmünkben, és ezek a konferenciák, különösen a mai is, kifejezetten alkalmas arra, hogy ezeket feltárjuk. Úgy hiszem, hogy ennek a jelentősége az oktatásban is egyre inkább felértékelődőben van, hogy példát hozzak a járságból is, akár a Jászapáti gimnáziumban, a római katolikus középiskolában, illetve a római katolikus általános iskolában is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az osztályfőnöki órák keretében, ha csak itt van rá sor, de a történelmi órák egy részét is felhasználva arra, hogy helytörténeti oktatás kerüljön megtartásra. Erről Batu Editke, a Jász Múzeum igazgatója ma fog is egy előadást tartani, jó gyakorlatként, és bízom abban, hogy ez megyeszerte is elterjeszthető lesz. Jó látni, hogy itt vannak és elfogadták a meghívást erre a tanácskozásra. Mindannyian olyan területen dolgoznak, ahol nagyon sokat lehet tenni történelmünkért, helytörténetünkért, ami kötelességünk és feladatunk. Kezdte köszöntőjét Sári Kovács Szilvia Karcag alpolgármestere. Az igazság, hogy én szerencsés helyzetben voltam. Az Arany János úti általános iskolában nagyon-nagyon gazdag szakköri élet volt, és nekünk volt külön helytörténeti szakkörünk, amire mi jártunk, és mi gyűjtéseket szerveztünk, tárgyakat gyűjtöttünk, emlékeket gyűjtöttünk, időseket patronáltunk, és ezekből kiállításokat szerveztünk, illetve az idősek patronálása során történeteket gyűjtöttünk. Aztán ezekből előadásokkal készültünk, úgyhogy nekünk nagyon gazdag, úgymond helytörténeti életünk volt, és emellett a hagyományokat is ápoltuk, hiszen zenei tagozat révén mi furujáztunk, néptáncoltunk, és bizony annak idején nagyon sok ilyen rendezvényen vettünk részt. De én úgy gondolom, hogy ezt meg kell őriznünk, ezeket a hagyományápolásokat, az értékrend átadását biztosítani kell a fiatalok számára, és én az óvodai nevelés kapcsán mindig azt tapasztalom, hogy ott a hagyományokat ápolják, hiszen nagyon sok olyan rendezvényen vagyok, ahol a gyerekek ezekkel megismerkedhetnek, nem csak megismerkedhetnek, hanem gyakorolhatják is, és én ahogyan látom, elvezik is. Én úgy gondolom, hogy ezt kell az óvodákból tovább vinni az iskolákba, és akkor nem lesz semmi gond, hiszen fontos a gyökereink ápolása, hiszen az ad nekünk egy biztos talajt, egy biztos fogodzót ebben a rohanó és mindig változó, sokszor könyörtelen világban. A megnyitó után helytörténeti, néprajzi, népművészeti előadások hangzott el kunysági, jássági, tiszazugi, szolnoki szakemberektől, az ifjúság neveléstől a hadisír gondozáson át a honismereti oktatásig, több helyi, lokális eseményt is érintve. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra! We'll be right back.